90 éve, 1930. április 21-én született dr. Tóth Károly erdőmérnök, a Kiskunsági Nemzeti Park alapító igazgatója. Előbb az Agrártudományi Egyetemen, azután Romániában tanult, erdőmérnöki diplomáját Bukarestben szerezte. 1954-től rövid ideig a Nagykunsági Állami Erdőgazdaságnál dolgozott, innen helyezték át Kecskemétre, ahol azután haláláig élt. Néhány évig erdőfelügyelő, majd az erdőfelügyelőség vezetője volt. 1974-ben az Országos Természetvédelmi Hivatal megbízta a Kiskunsági Nemzeti Park megalakításának előkészítésével. Feladatát rendkívül eredményesen végezte, a Nemzeti Park 1975. január 1-én megalakult. Ettől kezdve 1991-ben történt nyugalomba vonulásáig, azaz 17 év alatt a Nemzeti Park nemzetközi hírűvé, emellett Kecskemét leghatékonyabb természetvédelmet oktató, ismeretterjesztő, továbbképző és nevelő intézményévé vált. Nemzeti Park a Kiskunságban címmel 1979-ben könyvformájában összegezte a terület értékeit. Dr. Tóth Károly 2004. áprilisában Kecskeméten hunyt el.